Na akkor most már csak annyi dolgunk van, hogy itt önnel szépen fölvesszük a rózmaradékát, meg ami még itt van. Angie! És elvisszük szépen ezt a gyúknak, jó? Most azt nem tudom, hogy itt hagytam-e még valamit, de elvileg nyet. Jó, oké, a Beneviento házat az teljes mértékben kipucoltuk, és istentelen para volt ez a szar, jó? Nagyon. Azt nézem, hogy holó van-e valahol. Ha persze, hogy nem van, miért volna? Miért lenne nekem ilyen szerencsém? Hol vagyok térképileg? Azt nézem egyébként, na itt semmi nem lesz. Ez annyira nem fasza. Totál úgy emlékeztem egyébként, hogy másik hídon kell majd visszamenni, de szerint nem. Vagy majd még meglátom. Az baj! Az bazi nagy baj, jó? Az nagyon-nagyon nagy baj. Oké, és hol vagyunk? Ez az. Erről van nagy baszó. Gyerünk! Ez most hova a fenébe visz? Nem emlékszem, hogy ilyen hosszú le... Bocsánat, csuklok. Nem emlékszem, hogy ilyen hosszú lett volna visszafele, akkor próbálkozunk, jó? Tehát megijeszteni nem tudom magamat, szóval... Hát ha... Nem. Jó. Bármi is jön, az meg lesz késelve, jó? Ilyen lépcső volt az ide fele, vagy nem? Én most hol a herében vagyok? Mi van ott? Ó, gincs, 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 van ott gincs. Ezt hogy nyitom ki? Ezzel? Nem, nem, nem. Akkor mit tudok használni? Iron Insignia? Nem. Valamit csak tudok használni, banyek. Velvill, nem? Nem. Nézzük csak. Családi fotó. Nem. Akkor mit tudok használni, bakker? Tehát így... Dimitrescu kulcsa sem nyitja, szóval akkor ez milyen, miféle kincs ez itt, bakker? A Velvill, az se, hát ez miért működne rajta? Jó, szóval, nem tudom, nem tudom, fogalmam sincs, majd kiderül. Ezt jól eldugták, szóval ötletem sincs, hogy a francba kell oda fölmenni. Tele van a kicsi sírokkal a nagy sír körül, ez még parább is. Nem, nem tudom, ötletem sincs, hogyan kell oda menni, úgyhogy megyünk tovább. Hú, ez jó lesz. Ez jó lesz. Most akkor fölteszem a kérdést, hogy what the fuck is this house? Oké, okay, 640 lej. Ha igaz, ebben a házban... Mi az anyátok van? Na, Emmán puska. Nézzük. Ez így kevés volt, öreg. Most szart se láttam. 4. Anyádat! Ezt nem akartam! Faszki! Ez most nem volt jó. Akkor szerintem most rendet rakunk, jó? Az a biztos. Ez szép volt. Kell nekem valami, amivel tudok itten... Váltsál már fegyver! Na végre, köszönöm szépen. Az anyja kínját már. Ez nem volt szép. Csezd meg, ezt be tudom húzni! Ez mi már? Ez milyen már? Hogy be tudom húzni ezt a szart és kilökdösni őket mindegy szádig. A rohadt anyját neki. Szerintem nekem nem is kellett volna egyébként ide bejönnöm, max a fegyverért, na mindegy, baszd meg. Édesanyám, ezt jól megoldottam.
Szóval akkor persze egy puskalőszert fogok nyomni magamnak, mert abból van kevesebb, jó? Megbeszéltük. Hol vagyunk most, okés? Na most az a nagy helyzet, hogy mi van még itt bent? Okay, mine. Magyarul az enyém. Na. Elvileg itt nincsen bent semmi. Van egy másik terem itt a környéken valahol, amiben viszont van egy nagyon-nagyon-nagyon király kis labirintus már megint nekünk. Szevasz, öreg! És mi vagy, ha én erre megyek tovább, és semmilyen szinten nem foglalkozom veled, ha? Csak amikor jössz erre, így megvagdallak, ha? Jössz vagy nem jössz? Gyere, te pénisz, azaz, gyere, 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 gyere. Na most erre, ezzel mit kezdesz, ha? Jössz utána, vagy nem? Jössz? Jössz, jössz? Azaz, még meddig jössz? Gyere még, gyere. Kihasználjuk a játékot kicsit, jó? És itt fordul meg, azaz. Próbálok elé jönni, hogy ne sikerüljön neki egyáltalán itt vagdas. Ó, oh, basz, még közel vagyok! Így cseszed. Jó van akkor, na gyerünk tovább. Ja, közben kicsit megizélem magam. Akkor még jön ő, vagy jönne ő, csak kis motiváció kellett neki, értem, akkor csak messze voltam. Ez nem jó hír? Ja, akkor ő megy tovább, ez tök jó. Megtaláltam. Nyugodtan, gyere még, gyere még, gyere még, oké, lépcső teteje. Szerencsére nagyon-nagyon hülye a program, és mindig megfordulnak, jó? Sokkal egyszerűbb egyébként eléjük állni, akkor talán kicsit gyorsabb a dolog. De ez most annyira nem volt egyszerű. Jó, az ott mi? Jó, ott már voltam, oké. Voltam én ott egyáltalán, gyerekek, vagy nem? Menjünk csak vissza. Menjünk csak vissza, mit hagytam én még ki? Szóval ott van egy épület, ott voltam, ide fönt mi van? Ezt tudom tekerni elvileg már, nem? Van egy ilyen... Azaz! Velvil, tök jó. Kicsit föl kell tuningolnom magamat mindenféle cuccilag, mert hogy... Sokkal jobb, köszönöm! Igen, ezzel beljebb vagyok, anyukádat azt. Na, szóval. Ha minden igaz, először is van itt egy WC. Remélem nincs benne senki, és nincs benne senki. Oké, na most megkaptam a fotót akkor arról a jó kis madárról. Illetve valahogy ide be lehet jutni, valószínűleg a másik oldalról. És ide bent pedig van egy labirintusunk, amiben golyót kell tömni, jó? Ott is van, és jelenleg semmi ilyesmi nincsen, szóval majd visszajövök ide. Explosive rounds, az nem tudom, hogy mire jó, de... Luthier kulcsa, tök jó. Azt mondja, hogy November 10, azt mondja, Mistress Dana is now Mother Miranda's adopted daughter. In all my years I've never been this overjoyed. Azt mondja, hogy Dana Urhölgy már Miranda anya adoptált lánya. Az éveim során nem voltam még ennyire boldog. Ever since childhood she has always feared others due to the scar across her face. Szóval, hogy egész gyerekkora óta mindig félt másoktól az arcán lévő seb miatt találkoztunk vele. After her parents' death, she locked herself away and would only talk to Angie, the doll her father made her. De miután a szüleim meghaltak, elzárta magát, és csak egyedül Angie-vel, a apjától kapott babájával volt hajlandó beszélni. I am forever thankful to Mother Miranda's infinite compassion. Öröki hálás leszek Miranda anya hatalmas odaadásának. November 27. De Donna Úrhölgy boldognak tűnik. It might be my imagination, but I feel like her doll Angie is even more lively than before. Szóval lehet, hogy csak képzelem, de úgy tűnik, hogy a babája Angie sokkal életre való, mint eddig. She came to me in the garden today and used Angie to talk with me. We had a mighty fine conversation. Szóval ma eljött hozzám a kertbe, és Angie-t használta, hogy beszélgessen velem. Nagyon jót beszélgettünk.
something about receiving a gift of power from mother. Szóval valami olyasmit említett, hogy az erő ajándékát kapja az anyától. Da! November 29, azt mondja, Donna úrhölgy adott nekem, gave me yellow flowers and told me, igen, tehát adott nekem sárga virágokat, és mondta, hogy ültessem el őket a kertben. I planted them in front of Miss Claudia's grave. I don't know if it was the scent of the flowers, but I felt lightheaded. Then like a dream, I saw my departed wife. Mondja, hogy elültettem őket Miss Claudia sírjánál. Nem tudom, hogy a virágok illata miatt, de megszédültem. Aztán, mint egy álom, láttam az halott feleségemet. I mentioned this to Donna and she seemed thrilled by it. She told me to go to the house tomorrow and see her. She said I could see my family once more. Szóval ugye, említettem ezt Donnának, és nagyon megörült. Azt mondta, hogy menjek el holnap a házba, találkozzak vele, és láthatom még egyszer a családomat. I'm not sure what she meant by that, but she's so kind. Szóval nem tudom ezt, hogy értette, de nagyon kedves. Nem kedves. Nem. Pénisz, jó? Pénisz. Pénisz. Na, gyorsan mentek egyet, mielőtt még elfelejteném természetesen. Oké, és... Na most, hogyha itt van nekünk ez, labirintus, akkor valahol a túlfelén van, igen, térkép szerint elvileg valahol a túloldalon van, itt ezen a környéken, ahova be tudunk menni. Azaz. Hát, hogy errefelé van valahol, ahol... elő tudjuk keríteni a golyónkat. Ezt jól megaszontam. Ugye erre nem tudok tovább menni, akkor csak arra. Ezt nehéz elhinni, hogy még mindig nem találtam meg, akkor valahol errefele lesz. Csak tudnám, hogy hol a francban. Ez nagyon sokat segítene. Nem errefele. Valahol máshol, de a környéken azt tuti. Itt a ficakban nincs semmi. Ez az, golyó. Tök jó. Na most arra felén voltam, vagy nem? Szerintem nem, de mindegy. Mondjuk nem sokat számított, úgyhogy ennyi. És akkor elvileg erre fele kell tovább. Aha, na. Gyerünk. Na és akkor... megint egy jó kis labirintus, amit el tudok szúrni, jó? Ott is van! Na! Ne! Másik irány? Az a... Ne! Fogd vissza! Ölcsezd meg! Nem látok semmit? Miért fölfele gurulgam? Elszúrtam. Bányák! Oké, ez nehezebb, mint gondoltam. Állítsa már magadon, te! Vissza! Fú, pake! Itt nagyon időzíteni kell azt a szart, hogy mikor jön lefele. Oké, és akkor vissza az egész. Nagyon-nagyon-nagyon nagyot ízélek rajta, az a baj. Ja, mondom én. Menjél már, gyerünk. Na még egyszer, oké. Ezt jól kell időzíteni, nem tudom, hogy mennyire gyors. Ez túl sok neki, de mindegy, meglátjuk. Legyen már mázni egyszer. Nincs. Gyerünk, csak lassan, jó? Lassan. Nem kell nekünk túlzásokba esni. Azaz. Visszafogni magadat! Íbazd meg! Hú. Nem is látom, hogy hol a francban vagyok. Azaz. Oké, ez egy kicsit szemetebb volt, de nem baj, megvan. Tökéletes. Most remélem, hogy senki nem próbálja majd így az arcomat lerágni, szóval most akkor futunk. Oké? Remélem, hogy nem főben járó bűn az ilyen mindenféle cuccokat elvinni magammal, szóval reménykedünk. Még mindig temetőben vagyok, vagy most már legalább kicsit közelebb. Másik híd. Miért emlékeztem úgy, hogy itt valamit le lehet lőni?
azokon kívül. Hát a semmit nem segített, na mindegy. Most itt bármi fog jönni, engem pont nem érdekel, jó? Tehát innentől kezdve ez bukó. Ez nem tudom mi, de most erre jövünk, oké? Okay? Ja, tudom. Nem tudom, bakker, elszúrtam. Nem erre kellett volna jönnöm. Nem védekeztem, mert egy kis béna izé vagyok, pedig ezek ellen védekezni kell, jó? Azaz, hespicsába. Jól elfutunk mellette, abból majd tanul, oké? Okay? Most a többi pénisz is valahol a hátam mögött van, azaz. Tovább. Nem. Mennyi már, baszod! Ezt nehéz elhinni egyébként, hogy nem tudok mellette suhanni, amikor ilyen suhanós fajta vagyok én. Szart se látok, na. Okés, eddig tök jó. De bele tudok tömni dolgokat, vagy még nem? De bele tudom, tök jó, oké. Okay. Királyság. Na mi ez itt? What the hell? Na, ez azt jelenti, hogy akkor bele tudjuk tömni a másikat is, ami pedig a fej. Na nézzük. Semmi, azt hittem, hogy valami van, na mindegy. Máshol meg elmileg nincsen, szóval akkor... Most hol van nekünk a merchantunk? Ott van valahol elvileg, szóval akkor fordulunk felé, jó? Ezt nehéz eltéveszteni, jó? Na, nyissuk ki a shopot. Mi? Nem tudom mi az. Szóval azt mondja, hogy nyugtak eladjuk Angie-t. Ez kombinálható, szóval nem. Ez is kombinálható, szóval nem. Ez rendkívül értékes. Ezek húsok, ez piklok, nem. Nem, nem. Ezeket eladjuk neki, jó? Na nézzük akkor, hogy milyen fegyvereim vannak. Miért van kettő cuccom? Azt mondja, ez 760-at lő, az 640-et lő még így is. Az 1,6-ot lő, az 1,7-et, oké. Okay. Az 2,7, az 2,8. Az 4, abba 7 fér be, miután föltoltam. Tudjátok mit? Eladjuk ezt az M1897-et, jó? Erről van szó, köszönöm szépen. Kicsit föltoljuk akkor itt a pisztolyunk, az úgy látom plafonon van, szóval shogununkat, oké. Okay. Ammo capacity, köszönöm szépen. Lehet, hogy kevesebb fér bele, viszont rendkívül hasznos. A snipert is föl kell tolnom, mert egyszerűen ez valami katasztrófa volt, gyerekek, amit itt műveltem sniperileg. Jó, akkor nézzük csak, tudok venni valamit a konyhából, vagy nem tudok? 3-2, nem, 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 semmit se tudok venni, na mindegy. Akkor viszont már csak egy kis supplies. Na most az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mennyi cuccom van jelenleg. Ennyire tudom visszavenni a lemit, az durva. Na. See why you'd be interested in that. Gyerünk, vegyél sokat, azaz. Jó. Ebből is irgalmatlan mennyiségkel. Jó. Sniperből is veszünk azért, jó, biztos, hogy biztos. Erről van szó. Pálybombot megvesszük, mindig jól jön. Valamint akkor már tudjuk meg, hogy a flashbangeket hogyan, rifle ammót hogy kell csinálni. Nem, bocsánat, ilyen flashbanget. És akkor mi van még itt? Azt mondja, hogy improved gun stock, jó. M1897, nem. M1911, nem. Jó, elvileg teljes mértékben jók vagyunk, szóval akkor most tovább haladunk erre, aztán meglátjuk, hogy mi van. Az biztos, hogy egy lonkot az pikkelni fogok, az 100%. Na most az érdekel engem, hogy miért tette be oda, de mindegy. Azt mondja, hogy shortcut. Az ide, köszönöm szépen. Na szóval, elvileg ide bent lehet pikkelni egy lokkot, ha igazam van.
Ja, ott balra. Azaz! Na nézzük meg! Köszönöm. Remélem jó cuccot kapok. Ez így jó, oké. Na most azt mondja, hogy akkor van nekem itt egy kulcsom valahol. Nem? Luthier kulcsa, azt mondja, hogy West side of the village. Szóval valakinek megvan a kulcsa nekem. Ez egy nagyon pozitív dolog. Azt mondja, hogy falunak a nyugati oldalán, nézzünk egy térképet. Szóval, hogyha elvileg arra van éjszak, reméljük, hogy arra van éjszak, fogalmam sincs, akkor valahol a nyugati oldalon kell lenni egy háznak. Na de hol? És az mi? A drawbridge, oké. Okay. Elvileg ő lesz az talán, nem? Na de... most én azon az ajtón nem tudok keresztül menni, továbbra sem, vagy? Nem, mert a másik oldalról zárták, szóval akkor valahogy... Hogy az Isten nyilába jussak én át oda? Ez engem roppant módon érdekel, de tényleg. Tehát, hogy ez a... erre nem lehet, arra nem lehet. Mindegy, valahogy nekem át kell jutnom, jó? Tehát valahogy megpróbáljuk átjutni. Azt mondja, hogy Luthi erre nyugati oldalon van. Nincsen egy Isten... térképpen nincs olyan rohadt irányjelző, vagy valami. Hova nem tudtam bemenni? Hát nem tudom, nekem akkor kellett... nyugat ez valahol errefele van akkor. Itt van egy ház, amivel nem tudtam még bemenni, ugye? Szóval valahogy meg kell oldanom. Azt hogyan? Mi van, ha... ott nem jutok át, oké. Okay. Egy ilyen rohadt egy kerülővel nem jutok át. East Old Town. Ez a West Old Town, akkor valahol itt lockpick-es cucc van, nem? Louisa háza, nem? Ez mi? Ez egy tök ismeretlen hely, szóval természetesen arra fogunk menni. Fordulunk balra, azaz, fölfele, úgy. És oda, tök jó. Pontosan arra megyünk, amerre nem tudunk menni, jó? Tehát akkor pont azt kihagyjuk. Mi az anyátok az, ha? Beszéljük meg, jó? Figyelj! Óvod? A köcsög itt neki. Hát ez még él! Fejre jobb, ha? Csak hogy tudjam. Eddig jó, adtok is valamit. Herb. Oké, okay, ezek a péniszek, vagy csak így fölkeltek, azt bántalmazni akartak. Szóval... elvileg itt van valahol az a rohadt kék madár, ha igaz. Remélem, hogy nem ijesztettem el. Hol az anyukád van, vagy? Keresetek kék madarat, jó? Tehát ne csak én keressem. Valahol itt van, de a csávokám az rendkívül kék, szóval nehéz eltéveszteni. Nem tudom, hogy melyik rohadt fán van. Ott van! Figyelj! Azaz! Cheese! Ha! Oké! Okay. Nem tudtam, hogy kapok bármi egyebet is. De akkor viszont... nekem oda kéne bejutnom. Talán az az a ház, nem tudom, az elvileg nyugati oldal, szóval nagyon remélem. Keleti oldal, nyugati oldal. Igen, itt ki. De itt már voltam, gyerekek, akkor nem ez az. Akkor nem ez az. Abszolút nem ez az. Viszont biztos, hogy nyugati oldalon van, szóval valahol itt. Ugye? Azt mondta. Hol van olyan ház, ahol nem tudtam bemenni? Az ott mi a here? Oké. Okay. Legalább itt vannak cuccok, ez pozitív. És itt? Most hol vagyok? Nem tudjuk, de az érdekes. Na. Az meg ott mi? Lehet, hogy az lesz az. Hát,
Menjünk oda, nézzük meg. Jó, tehát először is visszafelé, mert én itt nem szeretnék barátkozni senkivel az égvilágon. Jaj, tudom, hol vagyok, tudom, hol vagyok, tudom, hol vagyok. Valami rohadtul röpköd a hátam mögött, és én ezt elfelejtettem, hogy ilyenek is vannak. Azt a jó édesanyádat! Na szóval, hogyha én is megfordulok, ott is vannak a rohadékok, na. Szóval lehet ilyeneket csinálni igazából jó messziről. Anyádat! Szálljatok levalóva és hadd lőjelek le, jó? Gyerünk! Valamelyiket már hadd nyírjam ki! Azaz. Ezt eltaláltam, gyerekek! Ez hirtelen volt. Az is meghódt. Ez jó volt! Azaz! Nem. Nem! Na végre. Hát ez is jobb, mint a semmi igazából, na mindegy. Anyádat azt! Kit éjezgezte, pénisz? Oké. Ez annyira nem volt fasza, jó? Jó, csak tudom, hogy a többi az hol van. Oké. Határozottan nem erre, mert itt nincsen semmi. Ott van valami. Scrappet kapok meg ilyen szarságokat. Na, szóval keressük meg annak a csávónak a házát, nem tudom már melyik az. De most először is foglalkozok ezzel a dologgal, hogy itt van egy kút valahol, a szépen most megoldom. Legalább egy kis lootolás vagy valami, tudjátok. Elfelejtettem ezeket a szárnyas mocskokat, komolyan mondom, elfelejtettem, de tényleg, bocs. Na akkor nézzük csak. Azaz. Well. Jó. Egy igazából jó ez valamire vagy sem, azt nem tudom, majd kiderül. Engem továbbra is idegesít, hogy nem tudom, hogy hogy az Isten nyilába kell oda bejutni. Mechanical door. Ott van valami, ahova be lehet jutni, ugye? Csak az elvileg a nyugati oldal? Az rohadtul, nem? Az keleti oldal. Ott meg egy piklokkos cucc. Na, hogy ott mi van, azt nem tudom, de örülünk neki. Mi a küldetésünk? Mit kell csinálni? Szedjük össze rózsát, oké. Nem tudom, hogyan, mindegy, megyünk a merchanthoz. Merre nem mentünk még, ugye? Azt mondja, hogy voltunk. Itt merchantnál voltunk. Azt mondja, hogy incomplete chalice. Arra fele. Stone Dace. Drawbridge, oké. Azt most le tudjuk húzni! Oké. Elvileg. Gyakorlatilag meg ez egy ilyen who the fuck knows. Vagy az is lehet, hogy arra lefele tudok menni, és be tudok menni ott az óvárosban, hogy... Erre nem is voltam még, tök jó. Vagy voltam, csak nem innen. Na. Mi a rosszabb ez, bazzeg? Mi a jó édesanyád ez? Oké, nekem... Hagyjál már békén! Faszod! Jó, nekem kell egy épület, hogy hova tudok menni. Most ő meg itt megállt? Ez tök jó! Ajaj, ez nem jó. Ez rohadtul nem jó, be fog jönni itt valahol. És hogyha én itt fölmegyek, akkor itt mi fog történni?
Öljön utánam, vagy nem jön fel utánam? Ott van a rohadék, de gyere te pénisz! Na bazd meg, gyere, gyere! Az anyádat azt! Ez nem volt jó. Gyorsan restore health. Jó, itt jók vagyunk, oké? Te, ez megállt ott. Ó, annyira nem állt meg ott. A rohadt életben most hol vagyok? Na bazd meg, na bazd meg, na bazd meg. Ne, ne, ne. Menjél föl, menjél föl. Ethan, föl. Kurva élet. Rossz Ethan. Na. Jó, oké, szóval akkor, hogyha én oda fölmegyek, akkor ott rohadtul nem tud följönni utánam. Jó, mindegy, ez nem értek, hol van a... Telibe hátam mögött van a létre, na mindegy. Nem? De, na. Akkor menjünk föl még egyszer. Ez egy jó ötlet, csak figyelni kell, jó? Tehát, hogy melyik oldalon van, oké? Tehát ő háznak a jobb oldalára fog följönni, én pedig itt kell, hogy legyek valahol, nagyon a szélén. Oksi? Pont nem fog elérni. Szevasz! Szevasz! Miért vagy itt? Miért vagy itt? Anyádat azt! Na most az annyira nem fasz a dolog, szóval akkor... gyorsan létre. Akkor valamelyik oldalon följön, és nekem a másikra kell menni. Oké, ezt már tudom. Rendben. Még mindig itt van a rohadék? Hú, bazd meg, de... Közel voltál te, szemétláda! Na mi van? Meg hót! Kinyírtam! Kinyírtam a szemétládát! Az de szép volt, gyerekek!